A Mátrai Gábor Általános Iskola járásközpont állami általános iskolája. Az ismeretek átadása közben mindig szem előtt tartjuk, hogy tanulóink elsősorban gyermekek. A gyerekkoruk jelentős részét az iskola falai között töltik, így sokat tehetünk azért, hogy boldog, magabiztos, saját értékeinek tudatában levő, jövőbe bizalommal tekintő felnőttekké váljanak. Törekszünk arra, hogy megjelenjenek a helyi tanterven a hagyományaink, ugyanakkor engedjük, hogy lendületet adó, felfrissítő új tartalmak is kerüljenek mellé. Az iskola kiemelkedően sok digitális eszközzel rendelkezik. Többek között két okos tanteremmel, amely nagyban hozzájárul a tanórák színessé vonzóvá tételéhez. A gyerekek kezükbe veszik a tableteket, odaülhetnek a számítógépekhez, szinte minden órán. Az iskola elnyerte az élménysuli címet. Hisszük, hogy a sikeres tanulmányi előmenetel alapja a tanulásra, a munkára, új ismeretek megszerzésére, az élmények által motivált, lelkes és boldog tanuló. Ezeket az élményeket sok színes programmal, témanapokkal, szabadidős és közösségi foglalkozásokkal biztosítjuk a gyerekeknek. És ezek az elemek az iskolai élet mindennapjaiban jelen van. Az aktív, élményszerű és a gyerekek együttműködésén alakuló módszerek alkalmasak a gyakorlásra épp úgy, mint a világról való ismeretek szélesítésére és a szabadidő hasznos eltöltésére. A közösség erősítése, az egymásra való odafigyelés kulcsa a konfliktusok elkerülésének. Mivel az oktatási hivatal bázis intézménye a Mátrai Gábor Általános Iskola, ezért évente több alkalommal segítjük más iskolák pedagógusait a tapasztalataink, a jó gyakorlataink átadásával, megosztásával. Az iskola tanulói az iskolán kívül egy nagyobb közösséghez is kötődnek, Nagykátavároshoz. Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy a kötődésük, helyismeretük, felelősségük a lakóhelyük iránt fejlődjön. Szeretem a délutáni alprogramon kreatívkodni és rajzolni, és még szerettem nagyon a sakszakkört. Nagyné Bálint Anita vagyok. Kisfiam második osztályos tanuló a Mátrai Gábor Általános Iskolában, ahol rendkívül jól képzett és barátságos pedagógusokat ismerhettünk meg. Rengeteg program van az iskolában, az ünnepi időszakot és az ünnepi készülődést. Nagyon szereti a kisfiam, és szerintem nagyjából minden gyerek ott az osztályban. Szülőként pozitív tapasztalataim vannak az iskola átalakításával és változtatásaival kapcsolatban. Számomra legfontosabb dolog az, hogy a gyermekem reggel mosolyogva indul iskolába, és mosolyogva lép ki a kapun onnan. Hello, sziasztok! Nekeci Krisztina vagyok. Nekem mind a négy gyermekem ide jár a Mátrai Gábor Általános Iskolában, és mert mikor a Máténál még annak idején Hajdanában választottunk iskolát, nem csak azért döntöttük el mellett, mert itt lakunk 5 percre az iskolától, hanem akkor is már olyan iskolát kerestünk, amely gyermekközpontú. Tehát nem a lexikális tudás felhalmozása a lényeg, hogy minél többet üljönek a papír mellett a gyerekek, hanem hogy élményszerű tanulásban legyen részük. És ahol nagyon-nagyon fontos az, hogy a gyermek. A gyermekközpontú, és ez az iskola ilyen. Nekem mind a négy gyermekem szeretett ide járni, és mindegyik megtalálta önmagát, és sikerült is olyan elhelyezkedni abban, olyan téren, ami neki tetsző. Egy a Máté személyi edzőnek készült, Zsófia egyetemre jár, és Flóra most felvételizett, és nagyon jól szerepelt
a felvételésen, és ő is oda nyert felvételt, ahova szeretett volna. Hát olyan iskolát kerestek, ahol azt szeretnétek, hogy élményekben gazdag, tanítási órákban legyen része a gyermekeknek, és ahol barátokat találnak, és megélhetik a gyermekkorukat örömmel és boldogan, akkor én tudom ajánlani a Mátré Gábor általános iskolát, mert innen boldog gyereket tudnak elballagni. Köszönöm. Tanuló. Azért szeretek iskolába járni, mert sok új élménnyel gazdagodok, a tanórák is nagyon változatosak, és a tanáraimat is nagyon szeretem. Programokat is szoktak szervezni, mint például az Erzsébet tábor és a különböző témanapok, amelyek nagyon érdekesek és változatosak. Nagyon szeretem a digitális alapprogramot, mert nagyon sok érdekes és játékos feladatot adunk meg. A zenei élményszerzést is segítjük. A Nagykátai Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola és iskolánk 8 éve tart együttműködésével. Ezzel a lehetőséggel több tanuló jutott közelebb a zenéhez és a hangszeren való tanuláshoz. A szolfézs órákat és a legtöbb zenei órát, hangszeres órát is az iskolában helyben megoldjuk. Szeptembertől szeretnénk elindítani a grafika órákat is. A néptáncoktatás a testnevelés órák keretében zajlik. És ami a legfontosabb, a zene szeretetét is megtanítják a gyerekeknek, hiszen van szolfézs óra, lehet választani hangszert,
ami úgy gondolom, hogy a mai világban nagyon fontos egy gyereknek. Ricsi vagyok. Én azért szeretem a Máté Gábor általános iskolába járni, mert sokszor viccelődnek a tanárok, és munkás a tanulás. Én zenét is lehet tanulni, én a furját választottam, már elsővel felléptem a Máté napon, és azóta mások fellépésem volt, remélem lesz is az óvést, játékosan tanuljuk. Támogatja a zenetanulást, és van saját kórusunk is. Thank you.
nagyszüleim is ebbe az iskolába tanultak, szerettek ide járni. Négy szeretem, hogy a kisfiam a Mátray Gábor általános iskolába jár. Többek között azért, mert a tanárokat felkészülteknek látom. A kisfiam az osztályfőnökét is nagyon szereti, és mindamellett nagyon fontosnak tartják azt, hogy a gyerekek a fejlődésükhöz mérten tudjanak haladni. Minden gyerek külön figyelmet kap, tehát én személy szerint örülök, hogy a kisfiam oda jár, mivel még csak első osztályos, de már most nagyon sok mindent megtanultak, és nagyon szépen és játékosan halad velük a tanítónéni. Úgyhogy én csak annyit tudok mondani, hogy I love Mátray Gábor.